A találkozón elhangzott, hogy fontos a tehetségpontok együttműködése, hiszen ez segít az egymás közötti tapasztalat és eszmecserében. A Kevi és Kunszentmártoni tehetségpont már több együttműködést is lebonyolított. Egy nagyon komoly közös pályázatban is részt vettünk, egy EFOP-os pályázatban, ahol nagyon sok testvér találkozót bonyolítottunk le, a Kevi, illetve Tornyosi gyerekeket át tudták hozni Magyarországra, ott is találkoztunk, a saját városunkban is, rengeteg élménnyel gazdagodtunk. És bizony, én nagyon gyakran mondom, hogy akár a saját kollégáimat is el kellene hozni Szerbiába, ide a délvidékre, hogy megnézzék azt, hogy bizony sokszor milyen nehéz körülmények között kell az itteni kollégáknak dolgozni. A Móra István Művelődési Egyesület akkreditált tehetségpont több mint 10 éve foglalkozik tehetséges gyermekek tehetségazonosításával, akikkel különböző műhelymunkákon foglalkoznak. A tehetségpontban több pedagógus is dolgozik együtt. Nagyon fontos, hogy a tehetségpontban az itteni gyerekeket, tehát a helybéli, falusi gyerekeket azonosítsuk, azokkal foglalkozunk. Természettudományokkal, intrapersonális, interpersonális területekkel, művészetekkel, mozgáskultúrával foglalkozunk, és ebben ismerjük fel a gyereknek a különböző tehetségét. Perpauer Attila hozzátette, nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem a családot, a szülőket is bevonják, hiszen ez is fontos mérföldköve annak, hogy a gyerekek jól érezzék magukat.